kezdődik a második félidő pillanatokon belül. Ott van Horthy. Walker, Nelson. Popadic. Illetve jól látom, akkor Budimir. Kini dobja rá. Budimir szedte a pattanót, aztán jól fordult Nelson. Popadictól kapja vissza a labdát. Az egerszegélyeknél a két amerikai védő, Kini, illetve Owens, Mohácsi, Gáspár, illetve Pantelic. Gáspár lökött, ezt mutatja Cifra Csaba játékvezető. Oldalról jöhetnek a pécsiek. Walker. Jó, a kiosztás Nelson. Röviden engedte el a távolit. Kini. Pantelic. Owens indul el. Pantelic. Van befutó ember. Gáspár megijedt, aztán rossz helyre továbbította a labdát. Walker, nem figyelnek rá. Majdnem megbüntette a sarokból. Kini. Pantelic. Owens. Mohácsi, a Walker állította meg szabálytalanul. Kini. Mohácsi elsőre nem emelte föl, lehet, hogy Budimir besapkázta volna. Walker szedte a pattanót. Horthy sodorta ki testtel. Ez még innét is egyértelműnek tűnt. Tény és való, hogy hozzáért az amerikai fiú az alaiaknál, de Horthyra pattant, utána is ő testével sodorta át az alapvonalon. Lassan eltelik két perc, kosár még nem esett a második félidőben. 24-18-ra a pécsiek nyerték a második negyedet. Mohácsi megint csak ijeszt. A védőjét már megverte, és a pincér nem jött most be. Walker. Popadic. Walker. Pantelic nyúlt közben remek ütemben. Walker helyére jön bíró Olivier, alapról pedig a pécsiek hozhatják majd. Budimir. Ez most rövid. Gáspár jól tartotta el a palánktól bírót. Mohácsi. Pantelic. Jó a hármas. Gyordje Pantelic. Említettem már az első fél időben, hogyha őt ott hagyják, akkor minden további nélkül fölemelés. Azért a többségét bedobja a távoliaknak. Majdnem labdát csen közben Gáspár. Popadic. Egy pattintott labda, Horthy. Az ismétlés sem megy be. Bence Tamás mutatja a srácoknak, hogy picit nagyobb tempóban próbáljanak megjátszani. Megint ijesztett egyet Pantelic. Kini egy lőtt passz. Mohácsi nem megy be. Igazából csak Kini volt elől, aki léphetett volna labda után, de onnét, ahol ő állt, esélye nem volt rá. Egy szép kosár Budimir. Átlépi a 10 pontot, 11-nél tart.
44-43. Több mint 3,5 perc eltelt. Az Eténél volt egy tripla, a pécsieknél egy dupla. Kini. Szép kosár. 8 pontnál Kini. 46-43. Nelson. Bíró. Nelson kéri vissza. Egy nagyon távolról elengedett hármas, de beesik. Bíró Olivier. Egál. 46-46. Kicsúszott Gáspár kezéből a labda, aztán végül is Mohácsi, ahogy lépett, ő rúgta ki az alapvonalon kívülre. Egyik országos kosárlabdával foglalkozó portál elemezgette a hétvég, vagy pontosabban a heti fordulókat. Ugye említettem, hogy a többi meccset majd szombaton játsszák. Zalaiakat tartották egyértelműen esélyesnek, de a pécsiek bárkivel a magyar mezőnyben képesek nagyon szoros meccset játszani, és ez minden bizonnyal előbb-utóbb nem csak ebben fog majd megnyilvánulni. Nelson küzdött meg ezért a két pontért, hanem abban is, hogy valamelyik nagy csapatot elkapják majd. És azért az alaiak ezt nem szeretnék, ha ők lennének a szenvedő alanyai ennek. Pécset már kaptak egy komoly verést a baranyai együttestől. Ott majdnem 20 volt közte. 81-62. Jön Harazin. Horti ül le. 46-48. Megint előnyben a fekete mezesek. Góvez futott egy kör. Mohácsi kapja. Góvez. Elvállalja egyedül Derin Góvenc. Ő most már 15 pontnál tart. Egál 48-48. Nelson. Popadics. Ő is dob egy triplát. Ez most már a harmadik hármasa. Mohácsi. 50-51. Mohácsinál a hiba. Csapatfaltokat tekintve 3-2. Popadics. Nem is nézett föl. Úgy engedte el. Kini. Közben van egy falt középen. Popadicsnál. Bíró Olivier kerül ki, mint vétkes a táblára. De Popadics reklamált sokáig. Góvez. Ezt most lefigyelte Harazin. Kini nyúlt közbe. Jön vissza Bóker. Nelson ül le. Alapról jöhettek majd a baranyaiak.
Popadics. Walker. Budimirre szemben szabálytalankodott Mohácsi. És ő neki. Ez a harmadik hibája. Még egy hármas. Popadics. A negyedik triplája. És most itt a második félidőben dobott már ebből kettőt. Valami nem működött ott a támadó idő jelző órával. Mindössze 9 másodpercet mutat. Biztosan nem jó. Kilencre állították vissza az órát. Oldalról jöhet majd az Ete, 50-54. Négy ponttal még nem vezetett korábban a pécsi csapat. Kini. Harazin csent megint labdát. Jön majd vissza Velkei. Budimir közben majdnem ráfeküdt Govensre, úgy próbált zárni. Ez nem jó. Govens. Popadicsnál a falc, ő neki ez a második hibája. Kini helyére pedig érkezik akkor Velkei. Leül. Nelson, Popadics, Bíró, Walker, illetve Harazin a pályán a pécsieknél. Kelper Frónius nézte egy pillanatig a gyűrűt, de nem emelte fel. Nem volt pontos a passz. Walker szerez újabb duplát és időt kér Bence Tamás. 50-56. Az olajiak hozhatják a labdát, mind a két csapat bónuszban van. 2 perc, 10 másodperc van még hátra a negyedből, és 6 ponttal vezet a Pécs. Mohácsi, Govens kéri el. Walker állította meg szabálytalanul az egerszegiek játékosát, és most már dobhatna a fehére. Walkernek ez a harmadik faltja volt.
bent van az első. És jó, a második is. Ebben a negyedben eddig 15-11-re a Pécs vezet. Walker, bíró, Nelson. Harazin lépés gyanúsan vette át, de nem volt az. Harazinnak ez a második duplája, 52-58. Belkei, Kelper Frónius, jó a hármas. Nyolc pontos Kelper Frónius, 55-58. Nelson. Popadics. Ez is bent van. Borzasztó jó keze van Marko Popadicsnak. Viszont kettő pontnál jár. Köztem négy tripla. Visszáll az óra, két egerszegi játékos is elcsúszott. Végül is szerencsével maradt az alaiaknál. 55-60, és most már nincs hátra egy perc. A harmadik negyedből Walker közben leül. Antoni Csanád érkezett a helyére. Bovens. Mohácsi. Bejárt a támadóidő. Hát ezek azért picit figyelmetlen dolgok most. 37,5 másodpercről indult az óra. Nelson. Bíró. Popadics. A hiba, és dobhatnak kettőt a pécsiek 55-60-nál. Borzasztó nehéz lesz az Etének az áró negyed, ha győzni akar. Bent van az első. Ebben a negyedben is most már 9 pontos Popadics, összességében 23-nál jár. Ez pedig a 10. pontja. 55-62. 8,4 másodperc. Góvens. Ennyi volt a harmadik negyed. 7 ponttal nyerte ezt a felvonást a pécsi csapat. 21-14-re. Thank you.
Anthony, Budimir, Walker, Harazin, illetve Nelson a záró negyedben a pécsieknél. Kini, Govens, Kelpefronius, Pantelic, illetve Mohácsi az eténél. Harazin, Walker, Budimir eldobja és jól tette. Palánkról szerez egy duplát. Veljko Budimir, ő 13-nál jár. 55-64 a legnagyobb különbség eddig a pécsieknek. Antoni szabálytalankodott, és mivel dobás közben innek ítélték a faltot, kettőt dobhat Govens. Jó az első büntető, 18 pontos Derin Govens, 24-jel Marko Popadic, eddig a gól király. Jó a második is. Nelson. Walker. Ha eldobálják a pécsiek, annak bőtje lehet. Kini. Govens elvállalja, ez most nem megy be. És már kívül volt, ezt mutatja Nelson. És Mohácsi a pályán kívül volt, innét úgy tűnt, és ez is az ítélet. Szürke Ferenc reklamál még ott Györfi Pál Attilánál, de ő ezt nem láthatta. Legalábbis a részleteit biztosan nem. 8 másodperc, még 7. Kini végül is megoldotta. James Kini addig térült, fordult, amíg odaért a palánk alá. 59-64. Budimir, Antoni, Nelson, Walker. Marad a labda, és nagyon sportszerűen Mohácsi teszi fel a kezét, hogy róla ment ki. Le a kalappal az egerszegi játékos előtt. A nagy fügykoncert indult volna. Mutatta a nézőknek, illetve a játékvezetőknek is, hogy jó a döntés. Összeugrott véletlenül Govens, illetve Popadic. A fal természetesen jogos. Elmozdult a dobócs erre, Govens, és ráesett az indulni próbáló pécsi játékosra. Popadic. Walker. Budimir. Megint palánkra próbálta feltenni, ez most nem jött be. Kini. 5 ponttal még mindig a pécsiek járnak előrébb. Harazin csak átölelte Kínit. Rengeteg a reklamálás most vendégoldalon, megint Cifra Csabánál van ott Szürke Ferenc.
azt viszont jobbára majdnem minden meccsre lehet mondani, kettet csak ha bemegy. Kini dob közben egy duplát, hogy az borzasztó erőket vesz ki a csapatból, hogyha futni kell az eredmény után. 61-64. Walker, Harazin még a levegőből pöciszte tovább. Harazin 6 pontnál tart, 61-66. Lassan 3 perc telik el majd a záró negyedből. Govens. Budimir szentel a labdát, aztán az átadásba lábbal ért bele. Pantelic. Harazin helyén Horti. És a pécsiek támadhatnak. Popadic. És megint Govensnél. A 675-ösön kívül faltolja Popadicot, hármat dobhat. Marko Popadic. Ha bedobja mind a hármat, akkor megint távol kerül az etétől a pécsi csapat. De már nincs hátra 7 perc sem, vagy mondom azt, hogy több mint 3 eltelt. Jó az első. 25 pontnál Popadic. A második lejön. A harmadik ismét bemegy, 26 pontos Marko Popadic, közte 4 tripla. Kini. Hortit mutatják? Így van, Horti Bálintnál a falt. Azt jelezte Rácz Zsolt, hogy tolta kifelé, lökte az egerszegi játékost. Kini büntetőzhet. Bent van az első. Jön majd Fekete Viktor az alaiaknál, illetve jön majd a pécsieknél Harazin vissza. Jó, a második is. Most a cserék. Kelperfónius helyén, tehát Fekete. Horti helyén Harazin. 63-68. Lassan 3,5 perc eltelik az áronegyedből. Nelson. Walker. Budimir kihozza, aztán mutatja, hogy kéri a zárást Harazintól. Olyan szabályos zárás nem volt, kénytelen volt eldobni messziről. Mohácsi nem megy be. El tudta ütni Pantelic. Harazin mutatta, hogy ő labdát ért. Elugrott a dobócsára Harazin, aztán innét megmondani, hogy labda, kéz, vagy a kettő együtt. Megint Kini büntetőzhet. És bónuszban az Ete ezzel a falttal. Megint bedobja az elsőt. Eddig nem hagyott ki büntetőt James Kini. 15 pontnál jár. Most viszont megteszi.
Pantelics kezéből viszont kicsúszott a labda, időkérés. Három másodperc van még hátra a találkozóból. 68-64-re a pécsiek vezetnek Zalaegerszegen. Nelson a labdával az időkérés után. Walker. Mohácsinál pedig egy hiba. Neki pedig ez a negyedik. Csapatszinten a harmadik. Az egerszegieknek, ők bónuszban vannak, már említettem. Walker. Nelson. Szépen játszották ki Harazin a kosárszerző. 6 pontos. Nem 8, bocsánat. 64-70. Kini. Fekete. Fölemeli. Bedobja. Nem remegett meg a fiatal játékos keze. Egy hármassal közelebb hozza az etét a Pécshez. Nelson. Áll az óra 14-re. Lábbal ért hozzá, talán Pantelics volt az. Mohácsik leviszi közben, Bence Tamás és Kertel Kornius jön a helyére. Walker. Budimir, aztán Nelson. Nelson elvállalja a távolit. El kellett dobni a gyűrűt, ér a dobás. Nelson. Kimarad. És Kíninél a falt. Dobhat kettőt Harazin. A harmadik hibája James Keeneynek. 4 perc, 43 másodpercen áll az óra. Rövid az első. A második bent van. Pantelics, Kini. Gyönyörűen ment be James Kini. Ő az első, illetve a negyedik negyedben termel, most már 17-nél jár. 19 pontos Góvens. 26-nál jár Koparics. Nelson. Egy remek szerelés! Pantelics! Mekkora szerelés! A túloldalon Kini, egy újabb dupla! 71-71! 4 perc van hátra, amikor utoléri a pécsieket az ete. 19 pontos Kini is és Góvens is.
labdácsön. Róver. Egy újabb szerelés. Pantelis lesz a hőse a meccsnek. Jöhetnek a pécsiek. Hátulról még oda tudott piszkálni az egyik feketemezes játékos. És ez megzavarta Kínit. Estében még próbált vetődve a labda után nyúlni kell Pefronius, de nem tudta bent tartani. 71-71, 3-35 van még hátra. Akármi lesz a vége, le a kalappal a csapatok előtt. A pécsiek nem favoritként érkeztek Zalaegerszegre, de nagyot játszanak. Fekete pedig belenyúl az átadásba és elcseni. Másodjára jól teszi vissza Bowens. Ő jár előrébb Kimi előtt. Ő 21-nél. 73-71 az etének. De a kosár király még mindig Popadic. De az előny már az alaiaké. És időt kér Csirke Ferenc. 3-11-el a vége előtt. Folytatódhat a játék, 3-11 a hátralévő idő, és a pécsiek támadnak. Walker. Budimir. És már volt egy falt. Kínire mutat Györfi Pál Attila. Kettőt dobhatnak a baranyaiak. Kíninek is a negyedik faltja. Budimir a vonal mögött. Az első lejön. Előbb elindul Budimir a saját labdája után. Az Eke jöhet oldalról. Jön majd vissza Horthy. Kini. Bedobja. Mit termel Kini ebben a negyedben? 8 pontja volt 30 perc után, most 21-nél jár. Nelson, Walker. Harazin nem éri utol. Nem volt szerencséje Harazin Tamásnak, mert a gyűrűről lecsorgó labda az alapvonallal párhuzamosan gurult el, hiába szaporászta, utána már nem érte utol. 75-71, 2-15 van még hátra. Kini.
Jött az árás. És bemenet! Hármas Kini! Pantelic mellett ő a másik favorit. Már 7 pont az alaiak előnye. Budimir tiszta oda Nelson, de nem adja neki a labdát. Ez sem jó. A pattanó pedig Govensé. És ezeknél a támadásoknál, ennél a 3 vagy 4 támadásnál úgy tűnik, hogy elfogyott már a pécsi lendület. Kini dob még egy kettest. Nem tudom, hogy 30 percig miért nem így játszott James Kini. Nem számon kérni akarom, de ha ezt tudja az amerikai fiú, már pedig tudja, bebizonyította számos alkalommal. Itt meg 10 perc alatt dob, mindjárt összeszámolom, 5, 9, 11, 12, meg 6, 18 pontot ebben a negyedben. 8 és fél perc alatt. De a pécsi csapat ...37 percig abszolút uralta a játékot. Nagyon szeretnék az alaiak begyűjteni a 3 hazai meccset. Borzasztó nehéz lesz a Falco ellen, és még nehezebb talán a Szolnok ellen. És Szegedrem sem utaznak esélytelenül. Ha ez a sorozat mondjuk 75%-ban teljesülne, akkor könnyen, nagyon-nagyon kedvező pozícióban érhetne az Ete a rájátszásra. Popadics, a pécsiek legjobbja. Szerintem belekapta Popadics szemébe, legalábbis ezt véltem a mozdulataiból. A játékvezetők nem látták. Valószínűleg joggal reklamál Popadics. Antoni Csanád érkezik vissza a pályára, és a szemét törölgeti, vagy az arcát törölgeti, lehet, hogy elérték valóban. Mondjuk biztos, hogy nem játszotta volna el. Közben Govens a labdával, 1 perc, 10 másodperc a hátralévő idő, és most már egy picit az idővel is játszik az Ete. Kini. Budimir megszelidítette a labdát, aztán Nelson kapja. 50 másodperc még, Nelson nem megy be. És azt hiszem, hogy itt már eldőlt. 80-71. És a lehető legtovább fogja játszani a támadóidőt az Ete. Nagyon-nagyon nehezen, de behúzzák az egerszegiek. A pécsi csapat előtt pedig le a kalappal. Antoni. Egy szerelés Pantelictől. Zúga Pantelics, Pantelics. De zúghatna a Kini, Kini, a Govens, Govens. Vagy a Popadics, Popadics is a pécsiek részéről. Megnyeri az ETA 80-71-re. Ami azt jelenti, hogy csak 9 pontot engedett most, vagy
sikerült a pécsieknek, azért nagy képviség lenne mondani, hogy ennyit engedtek. Nem jöttek be a távoli dobások az utolsó negyedben a pécsieknek, és ez nagy valószínűséggel már a fáradtság rovására is írható. Tehát a Zete a februári mérkőzések közül az elsőt begyűjti, legközelebb pedig a Falkó lesz majd az ellenfél. Én megköszönöm a figyelmüket. 80-71-el zárult tehát a találkozó, a forduló többi mérkőzése pedig majd szombaton jön. További kellemes estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Thank you.